Sziasztok animefanok! Üdv mindenkinek újra az Animológia csatornán! Ismételten egy tikértétek videóval jöttem nektek, méghozzá már kedvenc évfogjuk görcsre alá venni, de mielőtt megtennénk, Bence figyelmét szeretném felhívni, aki szintén kérdezett a kérdezős hacit videónkhoz, hogy küldje el nekem kedvenc animéjét, mert hát ugye nekik az volt az ajándékom, a meglepetésem, hogy akik kérdeztek, azok kérhetnek tőlem egy animé megkritizálásra, és most ezek következnek, viszont Bencetől még nem kaptam az ő kedvenc animéjét meg, úgyhogy ha eddig küldted, akkor küldd el másik fajta módon, mert még nem jutott el hozzám, úgyhogy várom a te kedvenc animédet, és akkor vágjunk is bele ma Mark kedvencében méghozzá az Another animébe. Kiotsuketa hoga iyo. Mo hajimatteru kamoshirenai. Egyetlen problémám volt ezzel az animével, hogy szerintem nem lehet úgy beszélni erről az animéről, hogy ne mondjak egy-egy spoilert, hiszen ebben minden mindennel összefügg, a részek egymásra épülnek és úgy bontják ki a cselekményt, úgyhogy ez elég nehéz vállalkozás volt, de megkísérlem, hogy nagyobb spoilerektől mentes legyen most ez a kritika. Úgyhogy lássuk is! Történetünk szerint a Yomiyama általános iskola 9. évfolyamának 3-as osztályát egy rejtély átok övezi, amely egészen 1972-ig nyúlik vissza, amikor is ebben az osztályban járt egy Misaki nevű tanuló. Azonban nem sokkal a 9. osztály megkezdése után meghalt. Ettől kezdve az osztály úgy tett, mintha még mindig élne, a ballagásukon is tettek ki neki egy széket, azonban ezzel nem is tudták, milyen folyamatot indítanak el. Ez az alapsztorink, amire épül az egész anime. A folyamat pedig, amit elindítottak akkoriban, hogy is mondjam, hát vérrel és halállal van teli. Különben el kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon tetszett ez az anime, a horror elemei kiválóak voltak, mindent benne volt, ami csak kell. Sejtelmes zene, véres és félelmetes jelenetek és misztikum. Azonban az tény, hogy emellett nem szól semmiről ez a történet, egy nagyon-nagyon egyszerű alapsztorit kapunk, horror elemekkel kiegészülve, és akarva akaratlanul se tudunk semmit belemagyarázni, hogy ez valójában miről is szól. Szóval egy szimpla horror történet, aminek nem feltétlen kell, hogy értelmes üzenete vagy tanulsága legyen, ellenben kimondottan élvezhető már az első perctől fogva, amikor is véres és rejtélyes pillanatképeket vágnak be, alatta egy még titokzatosabb szöveggel. Fantasztikusan kezd az anime, és szerintem a horror rajongóknak egyből fel fog csillani tőle a szeme. Viszont érjünk rá egy kicsit az 1998-as évekre, vagyis 26 évvel későbbre, amikor is játszódik az anime, és amikor is még mindig tart a 9. évfolyam 3-as osztályának az átka. Az anime központjában Koichi Sakakibara áll, aki 1998-ban szintén a 3-as osztály tanulója lesz, mert családi okok miatt el kellett jönnie Tokióból. Koichi tüdőbaja miatt nem tud már is iskolába menni, így a helyi kórházban gyengélkedik. Az osztály nevében páran meglátogatják a fiút, akit a viselkedésük gyanakvással tölt el. Ezt az érzést csak növeli, hogy még aznap találkozik a kórházban egy Misaki Mei nevű rejtélyes lánya, aki egy szemkötőt visel a bal szemén. Mikor pár nappal később iskolába megy, kiderül, hogy Mei is az iskolatársa, vagyis pontosabban az osztálytársa, de senki sem foglalkozik vele, mintha nem is létezne. Emellett Koichi is rájön, hogy valamit titkolnak előle, és megpróbálja kideríteni, hogy mi olyan furcsa a 9. évfolyam 3-as osztályában. A teljes sorozat tele van rejtélyekkel, titkokkal, és az egész konkrétan kérdésekre épül, mint például, hogy mi a fenét titkol mindenki, miért nem válaszolnak Koichi kérdéseire, mi van Mei szemkötője alatt, létezik-e egyáltalán Mei, mi ez az átok dolog, miért halnak meg az emberek, és mi a fene, ki a fene az az extra ember.
kérdés, kérdés, hátán, kis rakás kérdés, nagy rakás kérdés, tényleg tele van ez az anime nagyon-nagyon sok kérdéssel, ami folyamatosan felvetül benned, vagy magában a szereplőkben, és a legszomorúbb az egészben, hogy amint választ kapsz egy kérdésre, egy által feltett kérdésre, vagy a szereplők által feltett kérdésre, rögtön 20 másikat dobsz oda, vagy dob oda az anime, amire szintén nem tudod a választ, és benned is még meg annyi kérdés vetül fel. Szóval egy egész misztikum ez az egész anime, rengeteg kérdéssel, viszont a pozitívuma, hogy a végén, tényleg a végén minden kérdésedre, tényleg mindegyik kérdésedre választ kapsz, és tiszta lesz a kép. Miközben egyébként a történetben a halálesetek és a vérengzés egyre brutálisabb méreteket ölt. És akkor a vérengzős jelenetek kapcsán szeretném néhány intő példára felhívni a figyelmeteket, nehogy megfájduljon valamitek. Először is, ne szaladgálj esernyővel a lépcsőn, mert megfájdulhat a torkod. Aztán érdemes kerülni a lepukkant kórházakat, mert komoly fejfájást okozhatnak. Érdemes a kérdésekre válaszolást is kerülni, mert súlyos mellkasi fájdalomhoz vezethetnek. Az éles késsel való hadonászás következményeit szerintem már mindannyian megtanultuk kiskorunkban. Utolsóként pedig érdemes figyelni a fürdőzések során, mert könnyen szétheshet a program, vagy te. Összességében egy jól kidolgozott, misztikus anime kerekedett ki ebből az egészből, ebből a 12 részes animéből, amit már jó voltából ismerhettünk itt most meg, és amit csak tovább tudok ajánlani minden horror fanatikusnak, és azoknak, akik nem riadnak vissza a vér látványától, a haláltól, és szeretik a rejtélyeket. Egyébként, bár tényleg egy egyszerű animéra esett itt most szó, azért végig érezhető volt benne egy bizonyos feszültség, ami áradt így az animéből, és kimondottan magával ragadó volt, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy nézzétek végig ezt az animét, ne álljatok le az első néhány résznél. Kicsit vontatottnak is tűnhet, de tényleg nagyon megragad, és majd ti is tapasztaljátok, hogy majd egyre többet és többet és többet akartok belőle, mindent akartok. Én is leültem, és az elejétől kezdve végignéztem, mert nem lehetett egyszerűen ott hagyni. Főleg azért sem, mert ugye, amit említettem már, hogy rengeteg kérdés van benne, és szerintem majd, hogyha oda juttok, ti is szeretnétek ezekre a kérdésekre választ kapni, amit a végén ugye meg is kaptok. Illetve hát ugye a lényeg a leges legvégén van az utolsó részben, a végső titok, úgyhogy már csak azért is érdemes lesz végignéznetek. A látványvilág és a sejtelmes zene rendkívül jól hozzájárul az anime egészéhez, és hogy körvonalazódjon ez az egész, hogy átélhessük az igazán horrorisztikus élményeket. Ez a rendkívül nagy pozitívuma, azonban a negatívuma, hogy a karaktereket, tehát szereplőinket nem nagyon dolgozták ki, sőt, tényleg csak minimális információkat kapunk róluk. Bár egyébként meg kell hagyni, hogy azért pont annyira ismerhetjük és szerethetjük meg őket, hogy azért izguljunk értük a veszélyesebb helyzetekben. Nem mellesleg egyébként van egy nulladik része is az animének, az Another Ova, amiben Misaki Mei előtörténetét ismerhetjük meg, addig a pillanatig bezárólag, míg Koichivel találkozik, róla tudhatunk meg még többet, azokat a dolgokat, amiket az animében megemlít, de nincsenek kifejtve itt ebben az nulladik részben, ami ilyen 26 perc körül mozog, tehát ebben megtudhatunk mindent, és plusz kérdésekre kaphatjuk meg a választ, úgyhogy mindenképpen ajánlom ezt is figyelmetekbe az anime kiegészítéseképpen. Na és akkor ennyi volt mára az Animológia csatorna, én még egyszer köszönöm Máknak, hogy ajánlotta nekünk ezt az animét, nekem rendkívül tetszett, úgyhogy ha nektek tetszett, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, mindenképp iratkozzatok fel, és ne felejtsetek el ellátogatni az Animológia Facebook oldalára is, illetve a leírásba találtok kiváló anime fan oldalakat, amikre szintén látogassatok el, ha már Facebookon jártok. Én még egyszer megköszönöm a figyelmet, örülök, hogy most is végignéztétek a videót, legközelebb egy újabb, ti kértétek videóval jövök, addig is jó anime nézés, jó horroroskodást, jók legyetek, sziasztok!